A három kérdőjeles jóslás március 26-án. Az első kérdés az lenne, mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai, vágyai, tervei, és ezt a felső kártya itt mutatja is. Az ötös szám arra utal, hogy mások befolyásolják az ő gondolatait, mások befolyásolják az ő terveit. Ez nem túl kellemes, mert itt viharok vannak, veszekedések. Az is lehet, hogy valaki megpróbál neki ártani, és ez őt bosszantja, feldühíti. A második kérdés az lenne, mik az ő érzelmei? Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A hetes szám a holddal áll kapcsolatban. A hold lehet visszahúzódó is, és megvannak az ő elképzelései és elvárásai. Ő vár valamire. A hold mutatja az ő álmait, vágyait és reményeit. És ti vagytok itt a képen, mint egy büszke istennő. És az elmeséli azt, hogy ő hogy lát titeket. És az befolyásolja az ő érzelmi világát. Tartsátok meg a büszkeségeteket, amit ez a madár jellemez, mert ez imponál neki. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a róka nagyon hamis, hazudik és lop is. Lehet, hogy pont ez történt vele, és ezt elmondja nektek. Megint az ötös szám, ami arra utal, hogy mások befolyásolják az ő életét, vagy elloptak tőle valamit, amit ő el is fog mondani nektek. Amennyiben köztetek volt vita, az lehet, hogy ez a róka ellopja azt, és az arra utal, hogy véget ér, és beköszönt a nyugalom. A mai nap energiáját ez a lovas férfi mutatja, az lehet az ő barátja vagy kollégája, viszont mutat mozgást is. Tehát ő mozog felétek, de még visszatekint a múltba. Egy kicsit visszahúzódó. Ez a lovas férfi lehet valaki a ti életetekben, a múltból, tehát, hogy valaki jelentkezik újra nálatok. De vigyázzatok, mert itt hamisság is van, és én arra gondolok, hogy ez a férfi a múltból nem nagyon mondja az igazságot, vagy őt csapták be, és ezt közli veletek. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!